A Jászonykun-Szolnokvár megyei főügyészség 2024. március 22-én előre kitervelten elkövetett emberölés büntettének kísérlete és magánlagsértés büntette miatt emelt vádat azzal a 63 éves büntetlen előilletű asszonnyal szemben, aki a vádirat szerint 2023. augusztus 30-án este 8:30 körül Szolnokon egy társasházi lakásban egy 3,5 cm penge hosszúságú, kifejezett hegyben végződő szikével, úgynevezett sarokkéssel kis híján megölte sógornőjét. Állítása szerint ők tehetnek arról, hogy kilakoltatták és hogy elvesztette a házát. Az ügyben kitűzött előkészítő ülésen a vádirat ismertetésére és a gyógyszeres kezelés alatt álló vádlott kihallgatására került sor. A vádlottnak a kórházból való távozását követően nem volt hovához térnie, ezért pontosan meg nem határozható időpontban elhatározta, hogy a Szolnok alatti lakás kulcsát sógornőjét a sértettől annak megölése útján is megszerzi. A vádlott ezért 2023. augusztus 30. napján 20 óra 20 perc körüli időben megjelent sógornője alatti lakóházánál. A vádlott, tudva, hogy a sértett vele nem hajlandó találkozni, az 5. emeleti lezárt folyosó részre az egyik szomszédot megkérve bejutott, és jobb kezében egy 3,5 cm penge hosszúságú, kifejezett hegyben végződő szikét, egy úgynevezett sarokkést fogva, a sértett lakásának ajtaján becsengetett. Vádott az ajtót nyitó sértetre, az ajtónyírásba belépve, az ajtót belökve rátámad, megöllek, add ide a kulcsot kiáltással aként, hogy a szikével a sértett bal mellkasa irányába lentről felfelé tartó döfő mozdulattal szúrt, amely szúrás a sértett mellkasát a kulcscsont magasságában elérte. A szúrást követően a sértett megpróbálta az ajtón kilökni a vádottat, azonban ez nem sikerült, és vádott a lakás előszobájában újra a sértett nyaka felé szúrt, továbbra is megölését hangoztatva. Az első szúrása a sértettet a bal mellét érte. A második szúrást követően a sértett segítséget kiabálva megpróbált kimenekülni, azonban őt a vádlott a pólójánál fogva visszarántotta, amely rántás következtében a ruha nemű el is szakadt. Ezt követően az előszobában a dulakodás során a vádlott a szikével ismét a sértett nyaka irányába szúrt. Tekintettel az elkövetés eszközére, a célzott testtájékra, az alkalmazott erőre, a bántalmazás alkalmas volt a ténylegesen keletkezettnél súlyosabb, nagyobb sérüléssel járó életveszélyes sérülés okozására is. A ténylegesen bekövetkezettnél súlyosabb sérülés keletkezése a sértett aktív védekező magatartása következtében maradt el. Az előkészítő ülésen a vádlott 63 éves nő nem ismerte el bűnösségét. Elmondása szerint pont ellenkezőleg történt, és a sógornője támadta meg őt. Továbbra is azt állítja, hogy testvére és sógornője összefogott ellene, hogy megszerezhessék a lakását. Az ügyben előreláthatólag október 9-én tartanak újabb tárgyalást, ekkor további tanúk kihallgatására kerülhet sor.